A galériában található 32 dokumentáció az elmúlt 30 éves graffiti alkotói pályának mutatja be röviden, tömören magyarországi és magyar és külföldi helyszíneket, falak, vonatok, metrókocsik tekintetében. Amikor 91-ben kezdtem az első vonat, amikor húztam Veszprémbe, mert veszprémi vagyok, eredetileg gyárilag, az annyira régen volt, hogy 11 éves koromban még nem várhatta el senki tőlem, még mint egy mások sem fotóznak ilyen fiatalon. Így az első 5 évről nincsen sajnos fotodokumentációm. Tehát az első fotó, ami található a galériában, az 1996-ban készült, ennél régebbi fotó nincsen. Az az első kép, ez Veszprémben van. Az egyik, hát ez igazából nem is illegális, nem is legális, ez egy ilyen féllegálnak mondjuk mi graffitisek, ahol az egyik csoporttársam fotózott le. A dokumentáció az retrospektív jelleggel van, ez nagyon fontos részlet, mert nagy ugrások vannak több évnyi különbséggel, és úgy válogattam össze a képeket, hogy valami kronológiai, tematikus ság legyen benne, logika, amikor is már látszik a vonalvezetésem, hogy milyen színeket, hogy húzok, hogy festek, milyen helyszíneken készül, ez nagyon fontos, és nekem az én életemben, az én graffitis pályámban a króm az ezüst szín, ami meghatározó, már a legelső tegelésem is króm hőálló ezüstet történt 91-ben, Edda műveket és DM, azaz Depes módot tegeltem 91-ben, és mint az elején mondtam, arról sajnos nincsen fotó, és a további 4-5 évről sincsen, tehát így az egy ügyesség maradt, arra csak beszélni lehet, az csak nekem egy emlék. De hogy 96-tól foglalja össze egészen 2021. júliusáig, ami pont a legutolsó fotó, de még ugye beszélni szeretnék ugye az előzőekről, hogy ugye 2001-ben voltam először metrókezelben, és 2002-ben már megfestettem ugye két társammal az egyik budapesti metrókocsit, ez egy földönti terrorhelyen készült, és hát ezekben azonban készültek vonatok, ezek általában nagy méretű, ez is nagyon fontos részlet az én graffitizésem szempontjából, hogy mindig nagy betűket, nagy rajzokat festek, és mint mondtam, többnyire ezüsttel töltöm ki azt. Itt 2002-3-ban már külföldre is megyek. Az elsőről van egy kép, amikor a legjobb barátommal, a mentával ülök ott a Bécsben, a bécsi metrónak egy olyan helyszínén, ahol a Dunaparton be lehet látni az alagútba. Ez nekünk a mi életpályánknak egy meghatározó momentuma volt, amikor mi együtt mentünk, még mert egy nagyon híres magyar rapper még akkor nem volt abban a magas hágyban, hogy egy angol szóval éljek, tehát tudtunk menni sokkal gyakrabban együtt festeni, pörögni, ő is fiatalabb volt, én is sokkal fiatalabb voltam. Az alatta lévő kép, ami szintén nagyon fontos, a leges olyan túránk volt, ami Pécsen készült a fotó, ahol az egész banda együtt volt, és fél országot bejártuk egy Skodával, ez 2003. A fotó az Pécsen készült, de egyébként tényleg egész Dél-Magyarországot bejártuk Veszprémből kiindulva. Aztán ugye 2006, ami szintén egy nagyon fontos dátum, az Bagdad, Irak, a második évben háború idején voltam kint, ott tudtam festeni a legnagyobb Csetepaté közben 2006. októberében egy úgynevezett graffiti szótárbeli fogalom, ez a rooftop, ami ugye a ház tetején egy kontúrt csináltam. Nem is akartam szándékosan kitölteni ezüsttel, ahogy szoktam, mert ugye ez a katonai terület volt, és még így is nagyon nagy balhé van előlem. Keresték az illetőt, hogy ki az az őrült személy, aki a háború kellős közepén festéssel foglalkozik, de mivel civilként voltam kint, egy amerikai támaszponton, ezért így nem is gondolták, hogy egy magyar, az egyik magyar csinálta.
úgyhogy a fotót is csak nem tudtam elkészíteni. Aztán itt ugrok egyet, 2015-ös év az, amikor is ugye a lakókocsit, ez csak egy véletlen, de pont egy lakókocsinál, ami szintén egy extrának számít, mint jármű helyszín, mondjuk így, ahol még ez is érdekesség, hogy lakókocsim van, de hogy itt az az a pont, amikor már abszolút egyértelműen látszanak a geometrikus határozott, pontosan megfogalmazott kortárs képzeti szemmel is egyértelműbb rajzaim, munkáim formavilágát tekintve. A szín még annyira nem mondanám annak, de hogy a töltésben látható egyenes vonalaim az már határozottan, amikor felfedeztem a kassák munkásságát, és fokozatosan arra törekedtem, hogy minél egyenesebbek legyenek a betűim, és egyedibb formavilágot, egyedibb vizuális látvány nyújtsak a szemlélőnek. Ami a galériában talán a legszembetűnőbb és legkiemelkedőbb, az nyilvánvalóan a leges-legelső vászonképem, ami egy Ike, de egy hard edge, geometrikus abstrakt stílusban, amire nagyon büszke vagyok, és ezt úgy helyeztük el, hogy lényegében ez az a pont, amikor tól már azt érzem, hogy valami új kezdődik az én életemben. Ahogy mennek az évek, úgy egyre komolyabb helyszínekre, Távol-Keletre jutottam el 4 évvel ezelőtt. Itt látható is egy fotó, amikor is Kuala Lumpurban, Malajziában festettem az egyik metrolinon egy Ike-ot. A fotó nagyon-nagyon érdekes, és utólag vettem észre én is, mert ugye illegálatásban az ember ezt nem veszi észre, még másnap se fotózásnál, de hogy a metro vonal pont ketté vágja az egészet, az egész helyszínt, és egy kontraszt a Kuala Lumpuri gettó és a modern gazdagság. Ez csak egy véletlen, ezt én este nem is vettem észre, csak másnap fedeztem föl, hogy ez mennyire extra, mennyire fantasztikus jó, és így még jobb vizuális látvány nyújthat. Egyébként maga a rajz, az még egy fontos részlet, egy mobil betonon van, tehát azok, ha valaki oda menne erre a helyszínre, ez a Pudu nevű állomáson van, Kuala Lumpurban már biztosan nincs a évek óta, de ez mindegy is meg lett törekítve. Aztán azért van több fotó Ukrajnából, konkrétan 4, mert az egyik kedvenc, talán mondhatom, hogy a kedvenc európai helyszínem, Magyarország mellett nyilván, de hogy külföldi helyszínek közül Ukrajnát szeretem a legjobban, ott voltam a legtöbbször. Nagyon szeretem azt a népet, viszonylag közel is van, és valahogy megfogott, nem tudom, mintha visszamennék a szocializmusba, és egyszerűen nem tudom, mintha visszamennék 30 évet. Itt 2017 és 2018-ban voltam több ízben, Kijevben, Harkovban és Dnyepropetrovskban, ez a három legnagyobb város Ukrajnában. Hát a Kijev ugye a főváros, de hogy a Harkov és Dnyepropetrovsk, amik szintén milliós városok, ilyen ez, magyar ember ezt talán nem is érti, hogy lehet ilyen, mert ugye Magyarországon nincsenek akkora városok vidéken, Debrecen, Szeged is messze van a Harkovtól, és ez egy ilyen, számomra egy nagyon autentikus környezet, adható, festhető, beadható a metro line, egyszerűen én nagyon-nagyon szeretem, gyönyörűek a nők is, tehát minden szempontból számomra egy fontos momentum Ukrajna. Utána látható egy kép, amit azért adtam be, ez a Szentkirályszabadjai elhagyatott szellemvárosban, elhagyatott volt szovjet lakótelepen készült, ahogy egy ablak párkányon. Ugye az Urbex, az Urban Exploration, ez körülbelül akkor kezdődött el nálam, és ez egy legelső ilyen fotóm, ez egy ilyen selfie fotó egyébként. Hát erről így röviden ennyit. Még annyit, hogy ez pont Veszprém mellett van, még annyiban ez egy érdekes, hogy ez csak egy véletlen pont Veszprém mellett van, egy
pár kilométerre. Aztán ugye időközben van egy olyan fotó, ami Antwerpenben készült a Porthouse-nál, Belgiumban, egy nagy HPC. Itt az az érdekessége lenne, hogy itt már fotós szemmel nézve nagyon-nagyon szeretek fotózni épületeket, és a háttérben, a HPC háttérében lévő Porthouse, a világhírű, aki most nem hunyt el, a Zaha Hadid nevű iraki építésznek tervezte ezt a különleges geometrikus épületet, és én ezeket a szögletes épületeket szeretem, modern épületeket. Számomra ez lenyűgöző és fantasztikus, és ezt be akartam vinni úgy, hogy nyilván nem festek le egy olyan épületre, de hogy benne legyen a rajzom hátterébe, és azt találtam ki, hogy ezáltal is feltűnőbolja a graffitimet. Erről ennyit. Utána jön a Burán, ugye elmegyünk, volt is kiállítás, nagy média felhajtás volt, ugye. Meglátogattuk ott a Kazasztánban, a sivatagban, a Bajkönőrben az ott hagyott volt-szovjet ősiklót. Mentálban voltunk ott ketten, gyalogoltunk 40 km-t a sivatagban. Hát ugye ezt egy telegaléria lehozta, erről tovább bővebbet nem akarok, mert ott ez megtekinthető a telep weboldalán. És hát a legújabb munkáim a tavaly és az idei képekről pedig annyit itt még, amit kiemelnék, hogy talán a Csernobil az, ami számomra meghatározó, és gyerekkori emlék fűz hozzá, hogy nem mehettem ki a játszótérre játszani 86 tavaszán, és most volt egy jubileum, hogy 35 évvel ezelőtt történt ez a szörnyű, brutális atomkatasztrófa, és ezt meg akartam örökíteni, és meg is csináltam a budapesti metroline, a metrovonalon, hogy jön ki határoknál, balkéz felé található egy hatalmas nem murál, a Csernobil 35 felirat. A színvilág és az óbeti, ugye a nukleár, az atomjel, az nem véletlen, utalok ugye nyilvánvalóan a helyszínre, az eseményre és mindenre. És a fotó ugye úgy készült, hogy nyilván bevártam, hogy jönjön ki a metro az alagokból. Ez látható. Fölötte ugye látható a 2020. Itt egy érdekesség, mert maga a rajz az 2021, idén januárban csináltam, reflektálva a koronavírusra. Ugye ez a színvilágból már így, hogy mondtam a címét, a képnek így már egyértelmű, hogy ugye a vírus és a fekete, vagy a zöld-fekete. Ez egy elhagyott régi UV villamosom a Budapesten, arra festettem. A végén a zöld sáv, az a folytonosságot jelenti sajnos, hogy minden nincs vége a koronának, ki tudja még, hogy hány fázisa lesz. És a legújabb, a legutóbbi fotóm az Ike teres elhagyatott vonatkocsimban, MÁV kocsim, ahol is elkezdtem festeni, és megjelent az azon lakó Joli néni, akinek nagyon tetszett ez a munkám, és végig megvárta ott, dicsérte, arról egy fantasztikus videó. És hát mivel annyira tetszett neki, még pózolt is nekem a kedves Joli néni. Ez egyébként Kiskunfélet házán található, ez nincs egy hónapja, hogy csináltam, úgyhogy ez a nagyon-nagyon friss munkám. És annyira tetszett mindenkinek, Válnáti Bornak is, Sugar Jánosnak, Tábor Andrásnak és az összes grafitisnek, hogy nem is gondoltam volna, hogy az a nyers, vágatlan, véletlenszerű, életszerű videó annyira emblematikussá vált, hogy azt ki kellett, hogy tegyem, pedig én nem is gondoltam volna eredetileg, hogy ebből ekkora fém lesz, de hogy azzá vált, és itt ír véget a galéria van található képdokumentáció, és remélem, hogy mit tudom folytatni. Hát ha nem is még egyszer ennyi, mert ugye az már túlzás lenne, nagy naivitás, ha ezt mondanám, de hogy szerintem még azért jó pár kiállításom lesz, jó pár munkám fog készülni. Mind Magyarországon, mind külföldön, mind falra, mind tömegközlekedési járműre, úgyhogy én még egy 10-20 évet gondolok a graffitiben is, de 10-et minimum. De visszatérve a válaszom festésre, én úgy gondolom, hogy annak a realitása a koromban adódóan, úgyhogy várhatóak kiállítások Magyarországon, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy majd a jövőben van talán külföldön is, de hát egyelőre még ugye Magyarországon van, gondolkodom, úgyhogy ez még várhat magára. És köszönöm a lehetőséget, Válnáti Tibornak ezúton is.